Tűzoltó autók érkeznek a Püspökladányi sportpályára, azonban nem riasztás miatt vonultak ki városunk tűzoltói, hanem a kis motorfecskendő szerelő csapat készül a következő megmérettetésre. 5 évvel ezelőtt állt össze a csapat, amely immár 2 országos bajnoki címet tudhat magáinak. Fehér János, tűzoltó törzsőrmester mutatta be nekünk a bajnok alakulatot. A csapat 7 főből áll, és 5 éve csináljuk ezt a versenysportsorozatot. Idén is, mint eddig is, 8 fordulóból áll a versenysorozat. Minden megyében van, illetve 8 megyében van egy-egy helyszín, ahol a önkéntesek, létesítményi tűzoltók, illetve hivatásos tűzoltók összemérik erejüket. Július 30-án itt is megrendezésre fog kerülni, nagy örömünkre. A versenyről annyit, hogy 1 köbméteres víztartályból kell egy Fox kismotor segítségével 100 méterre lévő céltáblába, 2 céltáblába eljutatni a vizet. Ezt minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt ugye meg kell csinálni. Tavaly 4/10-re voltunk az országos csúcstól, ezt szeretnénk ebben az évben megdönteni, illetve címvédők vagyunk ebben az évben is, mert 2014-ben, 2015-ben sikerült meg elhódítani a bajnoki címet. Szóval ebben az évben ez a két legfontosabb tervünk van, illetve célunk, hogy harmadjára is sikerüljön elhódítani ezt a címet, illetve a országos csúcsot megdönteni. Az országos bajnoki cím elhódítása mellett a tavalyi évben egy komoly győzelmet aratott a püspökladányi csapat Romániában is. Tavalyi évben, június közepén kaptunk egy meghívást Romániába. Ott is nagy szenvedéllyel és nagy múlttal űzik ezt a sportot. És meghívtak bennünket, mint az országból egyedüli csapatot, magyar csapatot, hogy képviseljük az országot, a megyét, illetve a várost is ezzel. És az országos, tehát a román országos csúcsot megdöntve sikerült győzedelmeskednünk Romániában, úgyhogy erre is mindenképpen büszkék vagyunk. Az idei országos bajnokság is 8 fordulóból áll. A verseny lebonyolítás értelmében minden csapatnál a 4 legjobb eredmény számít, ezek alapján alakul ki a végleges rangsor. Eddig 2 fordulón van túl a város kis motor fecskendő szerelő alakulata. Az idei országos bajnokságból 2 fordulón vagyunk túl, illetve volt egy BMOKFS saját rendezésű 1 fordulós verseny, ez Móron került megrendezésre. Ott egy 2. helyet sikerült szerezni, az a verseny, az csak a hivatásos tűzoltó parancsnokságok csapatai közt került megrendezésre. Most legutóbb Pilis-Szent Ivánon voltunk, ott szintén egy 2. helyet sikerült elhódítani, és a következő verseny az június 18-án Balatongyörökön kerül megrendezésre. A püspökladányi csapat mindent megtesz annak érdekében, hogy idén is megvédjék bajnoki címüket, ehhez a kellő támogatást megkapják a parancsnokság részéről, a szolgálatszervezést is úgy alakítják, hogy a csapatnak legyen lehetősége a sportpályán gyakorolni, hiszen csak egy felkészült, összeszokott csapat szerepelhet egy jól működő gépezetként. Ez az egész, ez a 7 ember, ez olyan, mint 7 darab láncszem, tehát itt nincsen legjobb pozíció, legrosszabb pozíció, legkérdőjelesebb pozíció, itt együtt mozog a csapat, hogyha valahol valami kicsi hiba van, akkor az egész versenyzés érvénytelen. Tehát akkor nagyon nehéz, meg rossz időket futunk, így egységes csapatként kell dolgoznunk, mint egy lánc, és nem lehet gyenge láncem, nem lehet az, hogy valaki hibázik, mert akkor érvénytelent szerelünk. Ennyinek kéne lenni!
Az országos kismotorfecskendő szerelő bajnokság a képességek összemérésén túl jóval többet ad a tűzoltóság munkatársainak. Az egész tűzoltó társadalom így egy kicsit összefog azon a napon, illetve arra való felkészüléskor, és együtt eltelik egy nap vagy kettő, a versenyt válogatja, hogy együtt el vagyunk, beszélgetünk, vannak közös élmények, illetve ugye versenyről versenyre találkozunk, ők elmesélik az ő szolgálataikban, amit történtek esetek, esetleg mi is. Fejlesztjük a saját készségeinket, amelyet majd az életben is ugye a szakmánkban felhasználhatunk. Ez mind-mind olyan dolog, amit folyamatosan fejleszteni kell, és ez egy nagyon jó versenysorozat mindennek, akik részt vesznek benne, örömmel, bátran és együtt csináljuk. 4/10 választottál a tavalyi évben aladányi alakulatot az országos csúcs megdöntésétől. Az idén arra törekednek, hogy a címvédés mellett új országos csúcsot állítsanak fel. Nagyon-nagyon kicsi múlik, igazából a időjárás, illetve a pályaviszonyok, ha együttese, illetve a csapaton belül minden úgy megy, ahogy kell, akkor meg tudjuk szerezni ezt a 4/10-et le tudjuk dolgozni.